Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a gyönyörű őszi délutánon, amikor itt összejöttünk a Fáy utcában egy korábbi játszótér mellett, egy új játszótér avatása alkalmából. Nagyon régen vártuk ezt a pillanatot, mi is idősebbek, a fiatalok meg pláne, hogy valóban visszakapják azt a játszóteret megújulva, és sokkal modernebb, szebb formában, amit tőlem balkézre évtizedekig szolgálta a fiatalságot, ennek a lakókörnyezetnek a fiatalságát, illetve a körünkben lévő óvodáknak a fiatalságát. Tisztelettel köszöntök mindenkit ebből az alkalomból, különös tisztelettel köszöntöm a Békésvér Kft. Ügyvezetőjét, Kállai Sándor urat, illetve a Proszer Kft. Ügyvezetőjét, Kalapáti László urat, akiknek nagyon sok köze van ehhez az építményhez, ezt a későbbiek folyamán meg fogjátok majd hallani. A napokban úgy tűnik a médiából, meg a gyakorlatból is, mondjuk én megélem, hogy szinte naponta adunk át valamit. Valahogy úgy alakult az életünk, hogy az ősz, az egyébként is az aratásnak az ideje, a betakarításé, mondhatnám, annak a termésnek a betakarítása, amit vagy tavasszal, vagy előző évben elvetettünk, és amilyen volt a földnek a művelése, amilyen az időjárás, amilyen a gondozása, olyan a betakarítás. És úgy alakult az életünk, hogy nagyon sok olyan beruházást és épületet, építményt, létesítményt, autót tudtunk átadni az elmúlt hetekben, amelyeket nyilván hónapokkal vagy évekkel ezelőtt alapoztunk meg, hiszen nem a aratással kezdünk, mint az imént említettem, hanem a vetéssel. Az elmúlt napokban átadásra került több olyan épület, pontosan 14, amely fűtéskorszerűsítéssel lett ellátva, illetve nyilászárókkal felszerelve több mint 300 millió forint értékben. Ez több mint 2000 embert érint. Átadásra került egy autó a családsegítőnek, délelőtt ennek nem voltak tanúja, de majd talán meg fogják látni valahol, egy tűzoltóautót is átadtunk. Tehát ezek a létesítmények ez év elején kezdődtek, illetve gyakorlatilag a pályázatok megírásával. Jó érzés az, amikor az ember úgy állhat egy választási ciklus végén a választók elé, hogy azt a munkát, amit elkezdtünk, azt legalábbis legjobb tudásunk szerint tisztességgel próbáljuk befejezni. Bár befejezésnek nem szánom, csak egy állomásnak, mint ahogy tudják ezt a dolgot, de mégis egy kerek egész volt ez az előző 4 év, és azt, amit terveztünk, azt teljesítettük is. Nyilván a lehetőségek birtokában sok lehetőségünk volt, pályázni igyekeztük ezeket megragadni, sok segítségünk volt, a műszaki emberek, a humán értékek, a civil szervezetek és minden kedves vállalkozó, akivel együtt dolgoztunk, abban, hogy eredményesen működjön a város. Bízom abban, hogy ez a jövőben is így lesz, és szintén eredményes ciklusokat tudjunk majd zárni. Jó érzés itt állni, tulajdonképpen a előző 4 évi munkálkodásom utolsó hivatalos munkanapjának a végén majdnem, hiszen mindenki tudja, vasárnap választások vannak, és pláne egy olyan létesítményt átadni, ami a jövő generációjának szól, annak a generációnak, aki itt körülöttünk áll, és türelmesen várja, hogy sorra kerüljön, és annak a generációnak, aki arra hivatott majd, hogy fölnőve, iskoláinkba végezve, magasabb tanulmányokat végezve majd egyszer visszatérjenek ide, Békésre, és folytassák azt, amit az erődök elkezdtek 1000, vagy a legújabb történelmünk szerint 300 évvel ezelőtt, vagy éppen a szüleik, vagy a nagyszüleik csináltak. Ez egy picikét jobban áttekinthető. Talán ez egy szimbolikus
érték is, bár nem volt tudatos, hogy erre a napra tegyük. Mostanra készült el a játszótér, ennek a terve a korábbiakban már megfogalmazódott, hiszen a programban is benne volt, és örülök neki, hogy azért még át tudjuk adni, és a gyerekek birtokba tudják venni. Mindenképpen szeretném megköszönni azoknak, akik ezt felajánlották, Kálai Sándor és Kalpáti László, illetve Balázs László képviselő úr is rengeteget dolgozott, de a BKS Kft. Is nagyon sokat dolgozott ezen az építményen. El kell, hogy mondjam, hogy ez adományból jön létre, gyakorlatilag az önkormányzat hát a kapcsolataival talán járult hozzá, illetve azok a vállalkozók, akik bennünket megismertek az elmúlt évek folyamán, úgy gondolták, hogy jó helyre teszik a pénzüket, akkor, hogyha ezt a várost segítik, illetve a jövő generációját segítik. Én rövidre szánom a beszédemet, hiszen a hallgatóság ennek megfelelően a türelmében már fogytál van, és a fa leveleket válogatja. Úgyhogy én szeretném megköszönni az adokozóknak ezt a nagy lelkű adományt, és egyben arra kérem Kalapáti László urat, a Proserv Kft. Ügyvezetőjét, hogy mondjon néhány szót, hogy is jött létre ez a kapcsolat, hogy is jött létre ez a játszótér. Köszönöm szépen a figyelmet! Mindenkit üdvözlök, Kalapáti László vagyok, a Proserv Kft. Ügyvezetője. Évekkel ezelőtt, én hogy is 3-4 évvel ezelőtt Kálai Sándoron keresztül kapcsolódtam be a város életébe. Nagy örömömre szolgált, hogy ebben a városban tevékenyhettem, és meg is ismertem a lakóit, vagy meg fogom ismerni ezután még inkább a lakóit az apróságokon keresztül. Öröm volt számunkra, hogy egy lehetőségünk volt egy ilyen adományt a városnak felajánlani, és még nagyobb öröm, hogy olyanoknak adjuk, akiknek tényleg önzetlenül is nagy örömmel fogják átvenni. Egy-két érdekes munkában volt itt részünk Békés városában, de valahogy mindig kapcsolódott vagy a mozgáshoz és a sporthoz. Innen jött az ötlet, mert hát a polgármester úr azt mondta, ha mégis ebben gondolkodunk, akkor valami olyan formát öntsünk ennek az adakozásnak, amely maradandó, ami látható, és amely tényleg sokaknak ad örömet. Hát elsősorban a kicsikre gondolt, és ezt teljes mértékben mi is egyetértettünk. Dolgoztunk talán kevesen tudják a gőzfürdő felújításán. Az is valahol a sport, még hogyha a sportnak a másodlagos, a relaxációs részéhez tartozik. Első közelműködésünknek szántuk a kajakháznak a felújítását is, ahol több generáció nőtt fel, és Békésvárosának egyik talán legfontosabb sportlétesítménye a kézilabda után. És most egy újabb világbajnokot is ünnepelhettek. Tehát mindig valahogy az volt, hogy a bicikli úttal más, és végül oda jutottunk, hogy végül is kikből lesznek az igazi sportolók, kikből lesznek a világbajnokok, hát természetesen a kicsikből, akik itt nőnek fel. A polgármester megemlítette, hogy sokan részt vettek ebben a munkában, valójában mi ketten a polgármesterről ötlettük ki, hogy ez legyen, de Schulz Györgyöt kifelejtette, aki tényleg felajánlotta azt, hogy azt hiszem, hogy kamerákat fog adni, hogy azzal, hogy ez felügyelet alatt legyen. Amit önök is ti láttok, az egy kész játszótér, amely használatba vehető, tényleg EU és magyar szabványoknak megfelelő, és teljes nyugalommal bízhatják erre a játszótérre a gyermekeiket, zárható lesz, kamerával megfigyelhető. Egyelőre még nem tudtuk a kinti WC-t itt most letelepíteni, mert zöld WC-t kértünk, és zöld WC-t nem gyártanak, csak külön rendelésre, de mire tényleg szezonja lesz a játszótérnek, itt lesz, és ugyanúgy a műszaki osztály egy ivókutat kért, az is fel lesz építve, be lesz tulajdonképpen ide vezetve, hogy teljes komfort lesz. A város is sokat hozzájárult, szerényen mondta a polgármester úr, de egyes eszközöket a város vett, a gyepet a város terítette le a BKS dolgozóival, és a sokat hallott közmunkások rengeteget dolgoztak itt, és senkit nem érdekelt, hogy este 8 órakor a fényben kell még itt dolgozzon. Tehát egy teljes széles összefogás eredménye lett ez, hogy most polgármester úr együtt aláírjuk ezt az adományozó levelet, nektek gyerekek pedig pár perc múlva szívesen látunk a játszótéren. Mégis köszönöm a meghallgatást. Köszönjük szépen Kalapáti úr kedves szavait és némi szakszerű magyarázatát. Akkor most javaslom, hogy írjuk alá az adományozó levelet.
Neked szeretnék beállítani emlékülönyöket. A kulcsot. Átvettem a kulcsot. Úgy. Mindenki vehet egyet, sok. Nem kérlek. Nem kérlek. Jó.